Köszöntöm a nézőket, közügyek hírháttér műsorunk következik, Toma Viktória vagyok. Témáink pedig tartományi mezőgazdasági támogatások az elmúlt évben, temerini közintézményekben és a közművesítésben megvalósult beruházások, óbecsei IPA projektek, élőkapcsolás Boszniából a migráns helyzettel kapcsolatban, de azt is megtudhatják mai műsorunkból, hogy mi a jó mézes pálinka titka. A tenyészállat állomány növelésére, a genetikai potenciál bővítésére, a tejtermelésben és feldolgozásban bevezethető uniós standardokra osztott vissza nem térítendő támogatást a tartományi kormány. A génállomány fejlesztésére vonatkozó beruházások értékének 70%-át megtérítette a tartományi mezőgazdasági titkárság, 102 pályázatot bíráltak el. Ove pare idu u svrhu unapređivanja, odnosno obnove genetskog tog materijala, jer se s vremenom na vreme on mora da obnovi. I preostali deo para usmeravamo u obnovu objekata, jer sve ima svoje, svog vek trajanja. A topolyai mezőgazdasági szaktanácsadói szolgálatnak 690 ezer dinárt hagytak jóvá egy olyan gép vásárlására, amit a sertéstenyésztésben használnak, mondta Tankosics Dragan, agrármérnök. Koji nam je izuzetno bitan za selekciju u svinjarstvu, za debljinu leđne slanine. Ono što nam je prioritet da bi napredili svinjarstvo koje je u Bačkoj Topoli izuzetno razvijeno i rapidno napreduje. A tartományi kormány két éve a kisgazdaságok és családi vállalkozások fejlődését támogatja, mert a versenyképesség eléréséhez nélkülözhetetlen az anyagi támogatás, fejtette ki Vuk Radojevic illetékes titkár. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, hogy december 10-én várhatóan szavaznak a jövő évi tartományi költségvetésről, amelynek összértéke 74,2 milliárd dinár lesz. Postepeno povećavamo budžet za poljoprivredu, pre svega da održimo jedan višegodišnji nivo ulaganja u poljoprivredu, da redefinišemo konkurse baš onako kako je Vuk govorio, da što više sredstava dođe do poljoprivrednih gazdinstava sa logikom da pre svega pomognemo one koji nemaju dovoljno sobstvenih sredstava za razvoj. A mostani pályázati körben egyébként a tejtermelést és feldolgozást is támogatta a tartományi kormány. A témával kapcsolatban Ótot Róbertet, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettest kérdezem. Jó napot köszöntöm a közügyekben. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Tehát tegnap számos állattenyésztő szervezet, intézet, intézmény, vállalkozó írt alá szerződést a tartományi titkársággal. Mi mindent támogattak? Tegnapi nap folyamán összesen 206 támogatási szerződést írtunk alá két témában. Az egyik az a kis tejüzemeknek a támogatása. Itt összesen 5 támogatási szerződésről tudunk beszélni. 70% és 80%-os költségvisszatérítést tudtak ezek a pályázók a tartományi mezőgazdasági titkárságtól visszaigényelni, úgymond. Itt különböző felszereléseket tudtak, új felszereléseket tudtak ebből vásárolni, valamint épület, hozzáépítést, ami ugye a kis tejüzemeknek segítenek, a helyzetét, segítenek az előre fejlődésben. Itt tudni kell azt, hogy összesen egy 15 millió dináros keretünk volt a 2018-as évben ennek az intézkedésnek a támogatására, és a tegnapi nap folyamán összesen 8,7 milliárd dinárt tudtunk kiosztani ennek az 5 sikeres pályázónak. Azt lehet elmondani, hogy 500 és 2 millió 200 ezer dinár közötti összegeket tudtak ezek a pályázók elnyerni. A másik támogatási vonalunk, amivel kapcsolatban ugye tegnap szerződéseket írtunk alá, az pedig a
állattenyésztési programnak a finanszírozása. Itt összesen 201 sikeres szerződés, sikeres pályázó volt. Itt erről azt kell tudni, hogy 2018-as éves tenyésztési programnak a fő hordozója az a mezőgazdasági kar, és a mezőgazdasági kar is tudott részt venni ezen a pályázaton, valamint még a 12 regionális tenyésztő szervezet, valamint 89 általános tenyésztő szervezet. Összesen a 2018-as termelési tenyésztési programnak a 148 farm van bekapcsolva, ami annyit jelent, hogy összesen több mint 5800 gazdaságot érint ez a támogatás. De tulajdonképpen itt, maga a támogatás az csak a tenyésztési programoknak a kidolgozására irányul. És annak az ellenőrzésére. Szóval itt arra kell gondolni, hogy a jó genetikai állománnyal rendelkező tenyészállatoknak, a törzskönyves tenyészállatoknak a genetikájának a megőrzése és a javítása céljából történnek ezek a támogatások. Igen. És a harmadik vonal, említette, hogy három volt, vagy csak kettő volt ebben a szerződés aláírás, és előtte tulajdonképpen az év folyamán a tartományi titkárságnak számos pályázata volt. Mire helyezték a hangsúlyt a 2018-as évben? Így, ahogy mondja, 2018-as év tavaszán számos pályázati vonalunk került kiírásra. A leghangsúlyosabban ugye az intenzív növénytermesztés és az állattenyésztésnek a támogatását helyeztük előtérbe. Itt ugye öntöző rendszereknek a kiépítésére tudtunk támogatásokat adni. Ez volt a legnagyobb keretösszeggel rendelkező pályázati vonalunk. Itt összesen 500 millió dináros keretösszegünk volt, és közel 900 sikeres pályázónk, aminek köszönhetően több mint 4000 hektár földterület válhatott öntözhetővé. De ki kell emelni a természeti károk elleni védekezést, jégvédőhálókra kell itt gondolni, és a gyümölcsösök és szőlőskerdeknek akár a bekerítésére is tudtak ennek a pályázatnak a keretein belül pályázni a termelők. Itt 210 millió dináros keretösszegünk volt, itt több mint 240 pályázónk tudott sikerrel pályázni. Összesen. És fontos elmondani, ugye, hogy nem csak a nagy gazdaságokat és szövetkezeteket, hanem a kis családi gazdaságokat. Igen, elsősorban azt kell kiemelni, hogy az utóbbi két évben, főleg hogyha a gyümölcstermelőkre, vagy a zöldségtermesztőkre, vagy akár az állattenyésztőkre gondolunk, akkor teljes mértékben a kis gazdaságokra fókuszáltunk. Megvannak azok az ipar megjelenésével, megvannak azok a korlátok, amely nagyságú gazdaságokat tudjuk támogatni. Szóval aki zöldséggel foglalkozik, az 3 hektárnál kisebb területen foglalkozhat zöldséggel, és úgy tud a tartományi titkársághoz pályázni. De például akik állatokat tartanak, ha teszem azt, szarvasmarhát tartanak, teleneket tartanak, akkor 19-től kevesebb állat lehet a gazdaságban, akkor tudnak hozzánk pályázni. Hogyha pedig ettől többel, akkor természetesen, hogy már egy ipard jellegű pályázaton tudnak részt venni. A jövőben is megtartják ezeket a nagyságrendeket? Tehát a jövőben is igyekeznek a kis gazdaságokat támogatni? Természetesen ez a célunk, ezt tűztük ki célul, és látva már a jövő éves költségvetésünket, azt lehet elmondani, hogy továbbra is ezeket a kis gazdaságokat fogjuk támogatni, hasonlóan nagy keretösszegekkel, és egyik-másik pályázati vonalunknál még akár ettől az idei keretösszegtől nagyobb összegekkel. Itt folytatnám még a sort, hogy milyen pályázataink voltak az idei évben. Fontosnak tartom kiemelni a fóliasátraknak a kiépítését és felszerelését. Itt is egy 60 milliós keretösszegünk volt, itt is több mint 100 sikeres pályázónk volt, de a méhészek támogatásáról is beszélhetünk, ami eléggé fönlendülőben van. Az idei évben egy 20 millió dináros keretösszegünk volt, 108 méhész tudtunk támogatni, de támogatjuk kisebb
hűtőházak, szárítók, kisfeldolgozó kapacitásoknak az eszközbeszerzését az idei évben. Erre egy 100 milliós keret összegünk volt, és 80 pár sikeres pályázónk. De ugyanúgy farmi felszereléseket támogatunk, akik állattenyésztéssel foglalkoznak, boxokat, etetőket, itatókat, trágyamanipulációra használatos eszközöket. Ezeknek mekkora része vissza nem térítendő támogatás? Az esetek nagy részénél 60-70, de akár 80%-os költségvisszatérítést is ad a tartományi mezőgazdasági titkárság, attól függően, hogy ki a pályázó. Azt el kell mondani, hogy a 40 évnél fiatalabbak és a hölgyek a pályázat során nagyobb arányú költségvisszatérítésre tudnak számítani. Például teszem azt, az öntözőrendszereknél egy pályázó alapesetben 60%-os költségvisszatérítést tud megvalósítani, de hogyha a gazdaság hordozója hölgy, vagy pedig 40 évnél fiatalabb, akkor ez a 60%-os költségvisszatérítés és akár 70% is lehet. És amit még fontosnak tartok elmondani, és amit 2017-ben indítottunk útjára, és 2018-ban folytattunk, az pedig a fiatal gazdáknak a támogatása, azoknak a mezőgazdasággal foglalkozó fiataloknak a támogatása, akik a 2018-as évben regisztráltak, jegyeztek be gazdaságot, vagy még nem is rendelkeztek bejegyzett gazdasággal. A 2018-as évben egy 200 milliós kerettel tudtuk őket támogatni, összesen 165 sikeres fiatal pályázott, és nagy része 1 millió 500 000 dináros támogatást tudott tőlünk kapni, és főként gyümölcsösöket telepítettek, valamiféle feldolgozó itt tevékenységbe kezdtek, vagy állatokat kezdtek el tartani, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a pályázatunk egy nagyon népszerű, és ezt a jövőben is szeretnénk tovább vinni. Köszönöm. Most pedig egy téma, ami közvetlenül ugyan nem, közvetve azonban kötődik a gazdák életéhez, a vízlecsapolási illetékről van szó, ami körül igencsak felborzolódtak a kedélyek az elmúlt napokban. A tartományi titkárságnak, illetve önnek ezzel kapcsolatban mi az álláspontja tulajdonképpen, mi a gond ezekkel a számlákkal? Először is szeretnék tisztába tenni egy pár dolgot. Ugye a tavasz folyamán a gazdák már egyszer kaptak az idejében vízlecsapolási illetékről szóló végzést. Az akkori tavaszi végzés a 2017-es évre vonatkozott, valamint a 2018-as év első három hónapjára, és a mostani november hónap folyamán kikézbesített végzések pedig a 2018-as év megmaradt 9 hónapjára vonatkozó végzés, és emellett tudomásom szerint egy értesítést is kaptak a gazdák arról az összegről, hogy mekkora az ő tartozásuk. Ezt azért kell tisztába tenni, mert maga a végzésen szereplő összeg az az adott évnek az adott évre vonatkozó illetéknek a nagysága, az még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy valakinek pontosan, parára pontosan akkora a tartozása. Lehet, hogy van hátraléka, az is lehet, hogy valaki valami módon többet fizetett, és attól kevesebbet kell most, hogy befizessen, de mindenféleképpen az, amit a médiákban hallunk, azzal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy bárkinek bármiféle olyan észrevétele van ezzel kapcsolatban, hogy úgy gondolja, hogy nem jó az elszámolás, mindenféleképpen a Vajdaság Vizei Közvállalatot kell, hogy megkeressék, az ő telefonszámaikon, salterjain kell, hogy jelentkezzenek, mert elsősorban ezeknél az elszámolási hibákkal kapcsolatos panaszaikat ők tudják orvosolni, és ők úgy gondolom, hogy állnak a gazdáknak a rendelkezésre, telefonon is, személyesen is, és e-mailben is meg tudják őket keresni. Tehát a tartományi titkárság ebben nem illetékes? Hát olyan szempontból illetékes, hogy a Vajdaság Vizei Közvállalat az a mezőgazdasági titkársághoz tartozik, de természetesen közvetlenül ezeket a végzéseket nem a mi titkárságunk adja ki. Útott Robertnek köszönöm, hogy a közügyek vendége volt. Köszönöm a lehetőséget.
Temerinben több beruházás is megvalósult az elmúlt időszakban. Egyebek mellett felújítják a Veiko Vlahovics óvoda központi épületét. Épül az új kápolna a nyugati temetőben, a tervek szerint pedig víztisztító berendezést is kaphat a település. Két szárnyból áll a temerini óvoda központi épülete, az új rész a műemlékvédelem alatt álló épület mellé került. A régi épület rész felújítására már évtizedek óta várnak a helyiek. Nekem 4 családom járt ide óvodába, szóval 9 évet jártunk ide folyamatosan, és akkor szükség volt újításra, és nagyon örülök, hogy ennyire újítanak, mégpedig nagyon is újítanak, mert le van verve a vakolat. A víz bent nedves volt, azt a tújítják, mint próbálják találni, hogy honnan, úgyhogy szükség volt. Az 1500 négyzetméter területen fekvő épületek felé teljesen újjáépítik. Radiće se mokri čvorovi, podovi, fasada, zamena prozora, zatim delom, jedan deo zgrade se sanira zato što je počeo da tone. Mislimo da je uzrok voda, pa će se i to sanirati. Zatim menja se crep, krov se znači rekonstruiše. Az óvoda mellett új víztisztító berendezés is épülhet Temerinben. A temerini önkormányzat tartományi és köztársasági szinten is ígéretet kapott arra, hogy a jelenlegi kis kapacitású víztisztító helyére egy 18 000 felhasználót kiszolgáló új berendezés kerülhet. A 420 millió dinár értékű befektetéssel évtizedes gondokat oldhatnának meg a településen. A 18-as lakónegyedben ott jártunkkor a természetes vízelvezető árokba fektették le a csöveket, amely a településről pár kilométerre levő víztisztítóig vezet el. Van, ahol megcsinálták, van, ahol nem. Például itt se, ha bármink itt nagyon nagy veszélybe vagyunk, mivel hogy most lezárták oda azt a kanálist, ahova mink illegálisan az egész blokk elvezette, lezárták. Itt borzasztó lesz tavaszra. Ha olvad a hó, eső, itt mink úszunk a nem mondjam mibe. A temerini nyugati temetőben épül az új kápolna. Jelenleg ugyanis egy régi családi sírboltból temettették szeretteiket a katolikus hívek. A temerini nyugati temetőben lévő régi kápolnát több mint 120 évvel ezelőtt építette a Popovics család. A családi sírboltot a hozzátartozók ajánlották fel az egyháznak, amikor megszűnt a házaktól való temettetés hagyománya. Ja, kápolnát most valójában az egyház erre a szolgálatra mindenkor használhatja, vagyis egyszer van Szent Mise halottak napján egy évben, de különben a temetések függetlenül attól, hogy valaki vallásos-e, katolikus-e, vagy más vallású, mindenki számára a kápolna az lehetséges, és a hívek a polgárok szolgálatába áll. Bár a zsolnai cseréppel borított sírbolt a mai napig szolgálja a temerini katolikusokat, igény mutatkozik egy korszerűbb ravatalozó helyre is. Az új kápolnát 2015-ben kezdték el építeni. A 200 négyzetméteren fekvő épületbe azóta a temerini önkormányzat 16 millió dinárt fektetett. A tervek szerint az új kápolnára torony is kerül, az épületben pedig helyet kap egy hűtőház is, amely további 4 millió dinár értékű befektetést jelent. Majd idén a munkálatok harmadik szakaszát valósítják meg. A korszerű kápolna építését a tervek szerint jövőre fejezi be a temerini önkormányzat. A közügyek vendége pedig Pásztor Róbert, a temerini községi képviselőtestület elnöke és Gusztony András, a községi tanács tagja. Köszöntöm Önöket a stúdióban. Láthatjuk tehát, hogy az elmúlt időszakban több beruházás is megvalósult. A temerini magyarok szempontjából melyik lenne a legjelentősebb, amit kiemelnének ezek közül? Hát, ami az idei évet illeti, ugye az a kápolnába befektetett több mint 5 millió dinárunk, meg amivel még eldicsekednék, hogy a több mint az, hogy december 14-én lesz a képviselőtestület elnökünk, amelyen az új költségvetést fogadjuk, a 19-es évit, amelyben benne lesz a
egy 5 millió dináros keret van előlátva, amivel befejezzük a kápolnát. Ami még nem kezdődött el, sajnos nem kezdődött el, nem kezdődtek el a munkálatok, van egy sikeres, úgy mondom, hogy sikeres pályázatunk a Kóka Imre általános iskolának a felújítására, amely most már körülbelül van 110 millió dinárra rúg ki, de hát ennek várjuk ugye a megvalósítását a köztársaságtól. Ezek, ami a magyarság szempontjából tényleg kiemelkedően fontosak. Ezek tulajdonképpen a jövő évi tervek, amit elmondom. Hát a jövő évi terveknek, de ez már az idei évben kell, az iskola az úgy volt, hogy az idei évben, de mindig bővítik a projektumot, úgyhogy végül már mondhatom, hogy tényleg egy millió euró körüli beruházás lesz. Hát én azt hiszem, hogy majdnem úgy tiszta új iskolánk lesz azok után. Igen, tehát láthattuk, hogy az óvodát teljesen felújították, hasonló felújítás van az iskolában is? Az óvodának ugye, azt is még nem érkeztem el mondani, hogy az óvodának a felújítása is a temeli magyarság szempontjából óriási jelentősége van. Tudjuk, hogy az óvodánk az helyiség gondokkal is küzdik, úgyhogy terve van egy szomszédháznak, meg egy ingatlan megvásárlása, hogy még bővíteni a főképp a napközis tagozatokat. Mert tudjuk, hogy a szülők még dolgoznak, a nagymamák, akinek nincs, sajnos ugye, aki vigyázzon a gyerekekre, akkor kellene a helyiségeket is, a több helyiség legyen, úgyhogy ez is terve van, de mondjuk az idejében befejeztük. Úgy, mint hogy a bejátszásban látták, ugye, hogy a padlózatnak a gondjai miatt nem lett még az óvoda épület átadva, de olyan ígéret van, még olyanok a kilátások, hogy már a második fél évben mondjam úgy, ugye az újévi ünnepek után, karácsonyi ünnepek után beköltöznek a gyerekek a teljesen felújított óvoda épületbe. Ön András, mit emelne ki az elmúlt évből a legjelentősebb beruházásként? Tulajdonképpen ez az év egyfajta felkészülés volt a következő a ciklusból, hátra maradt még másfél évre, amit kolléga is említett, ugye ezeket a dolgokat, ami szintén nem kezdődött el, de szinte napok kérdése az a kerülő út, illetve nem a kerülő út, hanem a körforgalom járék bejáratánál, ami a kerülő útnak a kezdete lesz, illetve lejárat a járéki ipari övezet irányába, és ugye ki kell emelni legalábbis a költségei miatt a kerékpár vagy gyalogutat a temerini falu vége és a Jégriska között, amiről ugye különböző hírek terjengenek. Igen, egyébként ezt meg akartam kérdezni, hogy a lakosság általánosságban, ugye én is temerini vagyok, örült ennek a kerékpárútnak, mégis fölmerültek ezek a kérdések a fasorral kapcsolatban, hogy kiirtották a hóvédő, szélvédő fasort az út mellett. Erre miért került sor? Igen, ez egy őrségi történet, valahol 2009-2010-ben, akkor voltam polgármester, akkor ott tényleg elültettünk néhány sor fát, de igazából fasor ebből soha nem lett. Azt kell mondanom, hogy ismét csak a helybelieknek köszönhetően, és a gazdák általában kiszántották a föld végén a fákat. Én láttam már az első évben a javarész ezt megtette. Tehát voltak itt ilyen különböző faszigetek, 10-20 fa is sorbakozták, hosszú ideig semmi, akkor megint, és akkor ezt az új projektumban ezt teljesen figyelmen kívül lett hagyva, amit megerősítettek ugye a szerbiai utak közben adtak, és hozzáített kérdés, hogy ott fasor lényegében nem létezett, és most ugye a projektumnak talán fele készült el ezzel a gyalogos úttal, mert ez valójában egy gyalogos út, ami kiépült, ennek a második fele lesz egy kerékpárút, és annak a kerékpárútnak a része lesz majd az újabb fásítás is. Ami a vízvezeték hálózatot illeti, itt hallhattuk, hogy egy nagyobb kapacitású szennyvíztisztító kiépítése várható, de mi a helyzet a szennyvízzel vezetés egészével? Mennyire megoldott a településen? Nem megoldott a szennyvíz elvezetés, talán 20%-a van kiépítve a hálózatnak, és teljesen értelmetlen is volt a hálózat folytatása, meddig nem lesz még egy komplett, most ugye 18 ezer főre épülő tisztító berendezésünk, és az elmúlt hetekben intenzív, azt kell mondom, hogy szinte napi szintű tárgyalásokat folytattunk a Környezetvédelmi Minisztériummal, és most már megvan a végleges megállapodás, tehát a következő évben a minisztérium évi 100 millió dinárral, tehát 3 év alatt
300 millió dinárral járul hozzá a projektumhoz, Temerin község pedig hozzáteszi az ő 120 millió dinárját, így jön ki a 420 millió dinár, és a múlt héten egyeztetett végleges tervek szerint két év alatt készül ez a szennyvíz tisztító berendezés, azzal, hogy a kifizetés három év alatt történik, ezért osztottam fel az összeget három évre, 420 milliót. Ez azt hiszem, hogy egyszer is mindenkorra meg fogja nagyon sok évre oldani Temerinnek a szennyvíz problémáját. És akkor ezzel párhuzamosan tudunk haladni a hálózattal is. Ami a temerini vizet illeti, ezzel kapcsolatban is régebb időkben fölmerültek kérdések, ezzel van-e ezzel kapcsolatban újdonság? Újdonságot nem mondhatnák. Ugye hát egy Pannon-medencében elterjedt problémáról van szó. Az arzén mennyiség, ugye a megengedett szint fölött van. Hát szakemberek szerint, eminens szakemberek szerint, hát egy 10 000 litert kéne meginni naponta, hogy ez az embereknek az egészségére káros legyen. Egy jobbára, én szerintem egy fölfújt problémáról van szó, épp azért is mondtam, hogy az egész Pannon-síkságban, Pannon-medencének ez egy általános problémája, a víz gyára. Meg az egyedüli megoldást én azt hiszem, hogy egyelőre nem gondolkodunk, mint az önkormányzat, ugye egy vízgyárnak a képítésében, amely tényleg egy óriási befektetés volna, lehet, hogyha valamilyen európai pénzek megjelennének, akkor lehet, hogy látjuk, hogy nagy becskereken is ugye meg milyen, hány év kell, hány éve húzódik. Ugye meg hát tényleg végül is a szennyvíz a hálózat és a szennyvíz tisztítónak a megépítésére fejeztük a hangsúlyt, mivel hát mondhatni úgy is, hogy ökológiai bombán ülünk a Temerin, mivel a szennyvíz gödrök már mindenhol telítődtek, stb. Mint ahogy a bejátszásban is hallottuk, ugye, hogy az emberek már attól félnek, hogyha tényleg egy elsős ősz és egy jó havas tél után jön az olvadás, akkor úszni fogunk. Egyelőre a zivóvízről léteznek különböző ötletek, különböző, de hát ezek azok óriási befektetések. Szóval, ha már a vízgyár, akkor az egész vízvezeték hálózatot fel kellene újítani, mivel azbest, beton, azbest csővek vannak. Ugye mi próbáljuk enyhíteni állandóan a gondot, hála Istennek Temerinben nincsenek vízgondok. Olyan szempontból, hogy legyen olyan háztartás, ahol nem jut el a csapvíz. Szándékosan mondtam, hogy nem ivóvíz, hanem csapvíz, de mondjuk én 51 évet megéltem, én azt hiszem, hogy én még mi állnak is csapvizet iszom. Még a szüleim is. Ha már a víznél tartunk, csak még röviden megkérném akkor Gusztony urat, hogy mondja el, olvastam valamelyik nap, hogy komoly tervek vannak a meleg víz kiaknázására, és fejleszteni szeretnék a medence komplexumot Temerinben. Ezzel kapcsolatban mik a tervek? Tulajdonképpen itt kétfajta elképzelés létezik, és még a koalíció szinten sem született még erről az egyesség. Az egyik szerint belevágunk abba, hogy tényleg Temerinben csináljunk egyfajta fürdőközpontot, de a másik terve, ami most a napokban került föl, és aminek én egyáltalán nem örülök, van olyan elképzelés is, hogy teljesen megszabadulunk a medence központtól, és kiadjuk magánszemélynek, és akkor szinte kívülről fogjuk nézni, hogy mi fog történni, de ez, erről most én többet nem tudom, még nem is akarok mondani. Egyelőre akkor nem lehet tudni pontosan. Nem. Köszönöm szépen mindkettőjüknek, hogy befáradtak a stúdióba. Mi köszönjük a lehetőséget. Tudatosság, fenntartatóság, takarékosság. Ezek köré a témák köré épül fel az EcoSchool oktatási hálózat, az ökotudatos, fenntartható életért elnevezésű IPA program Magyarország és Szerbia között. A projektet a Kiskunfélegyházi EcoCenter alapítvány, valamint az Óbecsei Tánfivérek értelmiségi kör valósítja meg. Környezetvédelemmel kapcsolatos előadáson vettek részt az óbecsei diákok a múlt héten. A májusban indult projektum középpontjában a környezetvédelmi oktatás bevezetése és a fenntarthatóság áll. Óbecsén a Szever Gyurkity Általános Iskola 7. és 8. diákjai műhelymunkák keretében vesznek részt a programban. Ők tesztelik azt is, hogy mennyire hasznos az összeállított kétnyelvű környezetvédelmi tananyag.
Elég sok információ volt, úgymond, ha a csoportot, a közösséget nézzük, akkor elég sok információval érkeztek, de volt úgy, hogy néhány diák nagyon kimagasló előtudással érkezett tetéren, és volt olyan diák, aki mondjuk abszolút nem volt érdekelt a témában, és nekünk valahol az volt a célunk, hogy azért mindenki már egy kicsivel úgymond térjen haza, vagy a műhelymunkák után egy kicsivel többet tudjon odafigyelni a környezetvédelemre, az energiasporlásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, mert hogyha mindenki egy kicsivel úgymond hozzájárul, akkor végül az a kicsi egy egész úgymond ütős tömeg lesz. A projekt keretében virtuális tudásközpont, interaktív kiállítás, kétnyelvű honlap és egy mobil applikáció is készül majd. Tehát Eco School Óbecsén, erről beszélgetek most Bonifárt Lászlóval, a Táncfivérek Értelmiségi Kör elnökével, és Kis Igorral, a községi tanács tagjával. Tehát tulajdonképpen mondjuk el, hogy hogyan született az ötlet erre az Eco School projektre. Ugye egy IPA pályázatról van igen, szó. Igen. A Táncfivérek Értelmiségi Kör mindig is próbált foglalkozni olyan társadalom építő dolgokkal, amelyek hozzá tudnak segíteni a jövőnk megmaradásának, vagy a jövő generációinak az oktatásának. És 2017-ben akkor úgy gondoltuk, hogy ideje van egy környezetbarát program bevezetésének is, Óbecsén és a környező városokban, falvakban. Ekkor jött létre a program, ekkor találtuk ki az Eco School programot. Az Öko Center közhasznú alapítványa Kiskunfélegyházáról, ők a partnereink, majd adtuk be a pályázatot az IPA-hoz, az IPA Interreg pályázatot akkor készítettük el, és az idei év elején jött a döntés, hogy sikerrel jártunk, sikeres projektumot készítettünk el, az IPA támogatja, az Európai Unió finanszírozásával meg tudjuk majd ezt valósítani. Akkor indult el a komoly munka rajta, és most már abban a fázisban vagyunk, hogy a diákokat tudjuk oktatni, egy 18 hétvégén áttartó, vagy 18 héten áttartó oktatásról van szó, heti két órában tudjuk leoktatni azt az anyagot, amelyet a pályázat kapcsán el tudtunk készíteni. Milyen anyagról van szó? Ez egy iskolán, vagy inkább úgy mondom, hogy ezek iskolán kívüli oktatói anyagok, ami azt jelenti, hogy a hat témakört dolgoztunk fel, három témakört itt nálunk Vajdaságban dolgoztunk fel, háromat pedig Magyarországon, ugye a partner szervezetünknél, valamint egy-egy térségmonitorozást is csináltunk, ami tehát konkrétan ez azt jelenti, hogy először monitoroztuk a területet, hogy a diákok mit tudnak, miről hallottak, mit követnek, mit csinálnak, mit nem csinálnak. Majd amikor ez kialakult, tehát volt egy képünk róla, hogy mire is van szükség ahhoz, hogy oktatni tudjuk őket, vagy miben kell, hogy oktassuk őket, akkor kezdtünk el a hat tananyagon dolgozni, vagyis az iskolán kívüli oktatói anyagon dolgozni. Ezek már elkészültek. Hároman dolgoztunk mi, ezek voltak az energiagazdálkodás, a vízgazdálkodás és a társadalomépítés, valamint hároman dolgoztak a magyar partnerek. Itt volt a fönntartható termelés, a társadalom és környezet és társadalom, valamint a fenntartható termékek. Elnézést, itt még visszatérünk, igen, csak megkérdezném a községképviselőit, hogy az ilyen projektekben, és konkrétan ebben a projektben a község milyen támogatást tud nyújtani egy civil szervezetnek, a polgároknak? Itt el kell mondanunk egyébként, hogy személy szerint is, és az önkormányzat részére is ez nagyon nagy öröm, hogy nyert ez a pályázat, illetve ezen a pályázaton kívül még kettő, pontosabban másfél IPA pályázat valósul meg Óbecse község területén. Ez azért fontos, mert az elmúlt években csupán egy IPA pályázatunk volt a Népkönyvtárral, és aztán volt egy néhány éves kiesés, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy most valójában három program valósul meg. Azért is különös, egyrészt ugye, hogy eszközök érkeznek, illetve tudunk fejlesztéseket is
eszközölni az önkormányzatba ezeknek az eszközöknek a segítségével, másrészt pedig ki tudunk építeni egy olyan csapatot, akire reményeink szerint az elkövetkezőkbe is számíthatunk, és a közösségünk érdekét tudják majd szolgálni ezekkel a tapasztalatokkal. Ami az önkormányzatot illeti, ugye maga az önkormányzat is részt vesz egy IPA-ba, Algyő, illetve Csongrád városával, ott egy kishajó kikötőt fogunk építeni a Tisza parton. Ezzel a projektummal pedig, az EcoSchool projektummal pedig azzal tudunk hozzájárulni, hogy pont a napokban, illetve hetekben fog realizálódni, hogy történetesen az ő esetükben, tehát a támfivérek értelmiségi kör, illetve az ő IPA pályázatuk esetében egy 1 millió dináros önrésztámogatást biztosítunk hozzá, hogy a pályázat el tudjon indulni. Ugye, mint nagyon sokan tudják, az IPA az utófinanszírozásos, tehát először meg kell finanszírozni a projektumot. Sokszor ugye egy civil szervezetnek nincs lehetősége, és ebben tud segíteni a község tulajdonképpen. Ebben tud segíteni, igen. Értem. Milyen mérhető eredményei lesznek konkrétan ennek a projektnek? Reményeink szerint egy olyan környezetet tudunk, vagy legalábbis egy olyan szokást tudunk elsajátítani, vagy átadni a diákok számára, akik végig fogják hallgatni ezeket az órákat, és akik közvetlenül fognak találkozni ezzel a projektummal, hogy megértik azokat a kis dolgokat, amik valójában úgy elúsznak az ember szem előtt, viszont nagyon fontosak. Ilyen például az egy nagyon egyszerű példával élve, amikor fogatmosunk, akkor zárjuk el a csapot. Ez nagyon kis dolognak tűnik, de ha azon elgondolkodunk, hogy 7,4 milliárd ember él a világon, és tegyük fel, annál az egy fogmosásnál csak egy liter víz folyik ki, az 7,4 milliárd liter víz minden egyes nap. Tehát ezt az ökotudatos életmódra nevelést próbáljuk elsajátítani, vagy életmódot próbáljuk elsajátítani a diákok számára, hogy az ilyen apró lépésekkel, ami valójában csak egy tudat alatti mozdulat egy tevékenység folyamán, ezzel is hozzá tudnak járulni a világunk fönnmaradásához. Egyébként a fölmérés során, amit elvégeztek, mi derült ki? Mennyire környezettudatosak a becsei gyerekek? Körülbelül elfogadható az ő környezetvédelmi tudásuk, tehát nincs ezzel semmi probléma, sem kiemelkedőek, sem pedig alul kevesebb tudással rendelkeznek, mint mondjuk rá a magyarországiak. Viszont pont az ilyen apróságoknál nem figyelnek rá eléggé, vagy pedig nem fordítanak rá elég figyelmet, és ezt próbáljuk nekik elsajátítani. Természetesen ez csak egy aprócska példája annak, amit az egész tananyag tanít a diákok számára. A foglalkozások során anyagot is oktatunk számukra, valamint a kézzel foghatóan tudnak például komposztálni, vagy ahogy mondtam, ilyen, tehát a csapokat elzárni fogmosás közben, a műanyag zacskókra ugyanígy tudnak koncentrálni. Összeszámolják, hogy egy nap folyamán Óbecse községben mennyi szemét keletkezik, amit előre szólok, hogy egy óriási több száz köbméter naponta. Tehát ezek azok a pontok, ahol őket oktatjuk, ahol őket próbáljuk úgy nevelni, hogy erre figyeljenek oda, és nem is, talán öntudatlanul is ezzel úgy foglalkozzanak, hogy az ökötudatosság beléjük épüljön. Most egy picit térjünk ki még a többi IPA projektumra, amelyek zajlanak, folyamatban vannak, vagy tervben vannak Óbecse községben. Beszéljünk ezekről egy keveset. Most már mind a három IPA pályázat folyamatban van. Talán a legelőre haladottabb pont a támfivérek értelmiségi köré, de abszolút jó úton halad ez a tiszai kis hajókikötő, ami egyébként Óbecsének, illetve az óbecsei polgároknak már egy ilyen régi álma, hisz ugye ott vagyunk a Tisza partján, ott fekszünk, és nagyon szeretjük, viszont nem tudunk rá kellő
legalábbis az elmúlt időben nem tudtunk rá kellő figyelmet és kellő pénzforrást rá fordítani, hogy azt hogy olyanná varázsoljuk, amilyenni szeretnénk. Úgyhogy ez, mikor esedékes, hogy megvalósul? A határidő május, úgyhogy a két partner szervezet ebben már egy picit előrébb tart, ahogy, ha nem tévedek, már föl is avatta. Csongrád folyamatban van, és akkor április vége, május eleje, tehát most választottuk ki a kivitelezőt. Egy konzorcium nyerte meg, belgrádi központú konzorcium, és ha télen elkezdik gyártani az elemeket, majd pedig amikor felenged a tél, tehát elmúlnak a fagyok, akkor látnak hozzá a tiszai összeszereléshez, úgyhogy kora tavassza, vagy tavassza ez meg is lesz. Még csak nagyon röviden a harmadik projekt. A harmadik projektum pedig szintén valamiért különleges, ugyanis a Poverello Alapítvány a pályázó, viszont a Dreai Lurkóház a kivitelező, illetve ott, ahol a programok zajlanak. Az ő céljuk az volt ezzel a pályázattal, hogy egy olyan kis faluról van szó, amelynek a lakosai eddig hát nagyon nagy százalékban a mezőgazdasági kombinátban, a pikbecseibe dolgoztak, és ennek ugye átszervezése, tönkretétele, tehát hogy ne mondjuk maradjunk az átszervezésénél, nagyon sok embert hagyott az utcán, és az volt az elképzelésük, hogy ugye ott vagy mindenkinek van valami háztáji, kis gazdasága, vagy kertje, vagy udvara, hogy mi lenne, hogyha az embereket megpróbálná ráirányítani arra, hogy milyen lehetőség van ezekbe a kis földrészekbe, és a Lurkóházba terveznek egy fóliasátrat, ahol egyrésztről ugye a gyerekeket, másrésztről nyilván a szülőket is ezáltal megpróbálják nem is megtanítani, inkább csak felnyitni a szemüket, hogy viszonylag kevés befektetett pénzből mondjuk milyen értékeket tudnak teremteni, amely biztosítja az ő, illetve a családnak a megélhetését is. Én köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és a közügyek vendégei voltak. Mi köszönjük. Attila és Kovács Róbert operatőr a boszniai Velika Kladusánál vannak, onnan tudósítják a magyar közmédiát és a Pannon RTV-t a boszniai migráns helyzetről. Attila, csak ma érkeztetek, de a nap folyamán bizonyosan sikerült már tájékozódnotok az aktuális helyzetről, miután leváltottátok az előző csapatot. Mit tapasztaltatok? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Azt történik jelenleg, hogy Velika Kladusán és Bihácson is befogadó központokat alakítanak ki a migránsok számára. Itt Velika Kladusán jelenleg több százan vannak a befogadó központban, Bihácson pedig kb. 1300 férőhelyes befogadó központot sikerült eddig kialakítaniuk az illetékeseknek, de a napokban ezt szeretnék 3000 férőhelyesre bővíteni. És úgy gondolják egyébként az illetékesek és a hatóságok is, hogy ez sem lesz elég, hiszen a tél folyamán ennél sokkal több migráns érkezésére számítanak. Emellett az is problémát jelent a hatóságok számára, hogy a különböző népcsoportok ugye nem jól jönnek ki egymással, folyamatosak a konfliktusok közöttük, ezért nagyon nehéz őket egy befogadó központba összesűríteni, összeterelni, úgymond. Ami a befogadó központokat illeti, az új befogadó központok létesítésével csökkent a migrációs nyomás Boszniában? Ezt egész egyszerűen nem lehet meghatározni azért, mert ugye ezekben a befogadó központokban azok a migránsok jönnek, akiknek nincs módjukban magánszállodákban vagy egyéb helyeken megszállni. Nagyon sok olyan migráns is érkezik, akik akár 50 eurót is fizetnek egy estért azért, hogy magánszállodákban lakjanak. Tehát nehéz azt is megmondani, hogy pontosan hány migráns tartózkodik itt, azt is, hogy hányan érkeznek, hányan jutnak át ugye a horvát határon, akiknek sikerül. Nehéz meghatározni azt, hogy ez mennyire segít abban, hogy tudják követni a migránsok számát.
Na most sikerült-e már valamilyen nyilvántartást bevezetni a rendőrségnek, mert a legutóbbi élő kapcsolásnál elmondtátok, hogy tulajdonképpen nincs is pontos nyilvántartás, mennyien érkeznek, mennyien érkeztek és mennyi migránsra számítanak. Vannak-e számszerűsíthető adatok? Tudom, a pontos számok nincsenek, és nem is lehetnek azért, mert ugye a legtöbb migránsnak nincsenek okmányaik, nincsenek dokumentumjaik, tehát ezért nem is lehet őket azonosítani, és mint ahogy mondtam, nagyon sok migráns a magánszállodákban száll meg, olyan helyekre mennek, tehát nem a befogadó központokban, így egész egyszerűen nem lehet megmondani pontosan, hogy hány migráns tartózkodik most itt a kantonban. Illetve nagyon sokan ugye az erdőkben is sátrakat vernek, és úgy próbálnak meg átjutni a horvát határon. Egész egyszerűen ezt most lehetetlen meghatározni, hogy pontosan hány migráns tartózkodik itt Boszniában. Mi a helyzet a névtelen kártyákkal? Erről korábban a híradóban mi itt láttunk egy bejátszást. Tulajdonképpen ezeket a kártyákat kitől kapják és mire használják fel? A migránsok elmondása szerint az Európai Uniótól és az ENSZ-től kapják ezeket a kártyákat, amelyeket az ő elmondásuk szerint elméletileg csak Görögországban lehet használni. Tehát ezekre a kártyákra a menekült státusztól függően 90-től 150 euróig jön pénz, euró ugye havonta, és ezeket, ahogy mondtam is, elméletileg csak Görögországban tudják használni ezeket a kártyákat. Tehát már itt Boszniában a migránsok is ezt mondták, hogy itt egyszerűen nem ér már ez a kártya. Attila, köszönjük szépen az élő kapcsolást. A méhek által gyűjtött mézet a legősibb idők óta fogyasztja az ember, emellett felhasználja ételeinek, italainak ízesítésére és a mézes pálinka készítésére is. Az ünnepek közelettével a legtöbb családnál a karácsony elengedhetetlen kelléke a mézes pálinka. Stábunk utána járt Zentán, hogy mi is a jó mézes pálinka titka. A mézes pálinka készítésénél fontos, hogy mindig időben készüljön el, hogy fogyasztás előtt legyen ideje összeérni az ízeknek. A mézes pálinka azért is kedvelt ünnepi ital az emberek körében, mert könnyen elkészíthető, csak az arányokra kell odafigyelni. Szerintem a jó mézes pálinka alapja a megfelelő mézválasztás és a jó pálinka. És melyik az a méz, amelyből a legmegfelelőbb mézes pálinka készül? Én személy szerint a napraforgó mézet használom a mézes pálinka készítéséhez, valamint almapálinkát, illetve ringló vagy szőlőpálinkát, ami nem aromás. Fontos, hogy jó minőségű mézet válasszunk a mézes pálinka készítéséhez. A méhészek többek között a napraforgó mézet ajánlják, ugyanis kiváló alapanyag. Leginkább az íze miatt, valamint a színe miatt is. Nagyon szép sárga lesz tőle a mézes pálinka, és ezért szeretem ezt használni. És meddig szokott állni a mézes pálinka, mielőtt fogyasztásra kerül? Körülbelül 2 hétig hagyom állni a mézes pálinkát, ez alatt ülepszik, és ugyanúgy vegyül a pálinka és a méz. Mások az akácmézet részesítik előnyben a mézes pálinka készítéséhez. Az elkészítésnél mindenképpen ügyelni kell az arányokra. 1 liter pálinkához körülbelül 30-40 dek a mézet ajánlott hozzá keverni. Akácméz, körte pálinka keverékét szoktok leginkább alkalmazni, vagyis nem alkalmazni, hanem keverni. Úgyhogy ez a legjobb. És mi pont az akácmézet? Hát a legjobb minőségű mézünk. Nem csak nekünk, hanem inkább úgy a pannon, mert a legjobb minőségű méze az akácméz, magyar akácméz. Az ünnepek közelettével egyre többen keresik az akácmézet, ugyanis folyékony állaga miatt könnyen belekeverhető bármilyen fajta pálinkába. Mindenképpen legalább 2 héttel a fogyasztás előtt szoktuk mi elkészíteni. Hát kell neki, hogy összeérjenek az ízek, a méz is kellőképpen fölvegye a pálinka ízét, vagy a körte pálinka, vagy a gyümölcs pálinka ízét, és ugyanúgy a gyümölcs pálinka is a méznek az ízét átvegye, és össze tudjanak olvadni ezek az összetevők. A mézes pálinka mellett sok méhész mézbor készítéssel próbálkozik, azonban a mézbor érési ideje jóval tovább tart. Az 50 liter vízből az összeérési idő után körülbelül 25-30 liter mézbort kapunk. A mézbor az víz és méz keverékéből készítem. A méz pörgetéskor a
mézes keretek födelezését fölolvasztom, és abból kapott mézet, abból kapott mézet, mézbort készítek belőle. És ez mikor készül? Tehát mennyi a mézbor elkészítési ideje? Hát én nálam az a 8 hónap, mivel két hónapig hagyom állni, amikor először lefejtem, a hordukból belefejtem üvegbalonokba, és az üvegbalonokba még 6 hónapig hagyom állni. És 6 hónap után eztet lehet üvegezni. A mézbor és a mézes pálinka is kiváló ital a karácsonyi készülődések alkalmával. Sok család már a napokban előkészíti a kellő mennyiségű mézet és a pálinkát. Hagyományosan nem csak karácsonykor ittak mézes pálinkát, tehát akármilyen ünnepi alkalomhoz kötődhetett, voltak vidékek, ahol például a halotti tornak a kelléke volt. Manapság emiatt kötődhet a karácsonyhoz, mert egyébként is akkor fogyasztunk sok mézes dolgot. És mit szimbolizál a méz és a mézes dolgok karácsony tájékán? Azt hiszem, hogy az egészséget, tehát és a bőséget. Tehát, hogy legyen részünk a következő évben is bőségben, és egészségben, és gazdagságban. A mézes pálinka azért tökéletes választás, mert azok is szívesen fogyasztják, akik egyébként nem kedvelik annyira a pálinkát. Ha igazi karácsonyi mézes pálinkára vágyunk, akkor itt az ideje, hogy beszerezzük a hozzátevőket, ugyanis Luca napja a legmegfelelőbb idő a mézes pálinka elkészítéséhez. Hírháttér műsorunk végén köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk továbbra is, hamarosan hírek következnek, holnap Loboda Árpád várja Önöket a híradó után. További szép estét!